Tehát akkor most megint megtudtunk egy fontos dolgot. Tehát például a gyaloggalopban a antiókiai Szent Kézi gránátról volt szó, itt pedig Gyomendrődön pedig a Szent Böjti ételről, ami nem lehet más, mint egy jó kiadós hótpörkölt, amit a katolikus egyház ajánlásával évszázadokon keresztül fogyasztottak, bár most a természetvédelmi oltalom ezt a nemes szokást sajnos beszüntette. Úgyhogy most már... Kanadából lehet rendelni hóthúst, és 30 000 forint körül van kilója, úgy tudom. Konzerv formában lehet kanadai hódot. Tehát akinek van pénze strucra és aligátor konzervre, az nem árt, hogyha a rénszarvas befőtt mellé még egy adag hódot is berendel. Úgyhogy mi beérjük az éti cigába. Szerintem nálunk is, és akkor majd hozzá lehet. Igen, akkor van kedve megkóstolni. Egy jó csillis hótpörköltre lehet számítani. Mert a nutriát azt tenyésztik, ugye a húsáért a nutria ugye az közeli rokona. Igen, és ugye Moszkvában a nutria olyan luxuskájának számít, hogy még ilyen street foodos hamburgerbe is beszokták sütni. Tehát nálunk a 90-es évek elején, 80-as évek végén a lakótelepen töltötték a nutria kolbászt. És lelkesen súrogos nadrágba verték agyon őket a mesterséges medencékbe. Az akkori élő súrogos, nadrágos fiatal emberek, de már ezt beszüntették. Ezt a... Ugye, abban az időben itt a körösök mentén ugye mindenféleképpen elfogadott, nem ugye elfogadott, keresett étel volt a teknős, tehát a mocsári teknős olyan szinten, hogy adózás szempontjából tizedbe beleszámított a mocsári teknős leadás. Mert ugye egy kicsit kuriózum volt, és ugye fogyasztották, illetve hát nyilván tudjuk, hogy a különböző halfélék, halfajok, ugye az ugye a fáz, de például a keskebéka combja is, mai napig ott, ahol nem védett, úgy tudom, hogy Romániában most is fogyasszák, illetve tenyésztették egy időben itt Magyarországon is talán a haktól, vagy nem tudom, hol volt, ilyen keskebéka tenyészet kimondottak azt, hogy a jóviai célból. Úgyhogy ezeket fogyasztották elő, de eléggé rendesen. Ugye most reneszánszát éri az úgynevezett súlyomból készült édességek. Ugye a súlyomnak a magja az önmagában olyan, mint a gesztenye. Tehát ilyen gesztenye pürészerű állagok sütett lényeket, vagy készítményeket csináltak belőle az itt élő emberek, mert itt ez volt, nem volt más. Itt nem volt gesztenye fa ezen a részen. Hát ugye ezért is hívják vízi gesztenyének. Ha meg valaki akar egy jó teknősbéka... Az is védett a súlyom, tehát mondom, nem bűjtető a mag. Egy jó teknősbéka receptet tudok ajánlani, akkor ugye tipikusan mindig zöldborsóval készítették, mert az vett el azt a jellegzetes ízét. Tehát, de most az a helyzet, hogy inkább ne. Tehát Magyarországon minden két étő és hüllő védett egy ideje, és nem vagyunk még rászorulva, hogy kikanalazzuk a páncéljából ezt a derék jószágot.